A Szivárvány óvoda Pókica csoportosai már javában az ebédre készülnek. Mindenki a megszokott kis párja mellett ül. Azonban ez az ebéd rendhagyó volt, hiszen nem más, mint Szabó Loránd polgármester úr és Molnár Tünde képviselő asszony látogatta meg a gyerekeket. Ez alkalommal sem érkeztek üres kézzel, ugyanúgy, mint minden óvodába, ide is homoktövis italt hoztak ajándékba. Az önkormányzat fontosnak tartja az egészséges és vitaminokban dús táplálkozást, ezért a naturparki területhez tartozó, Lengyelről származó 90 liternyi homoktövises almalevet osztottak szét minden dombovári óvodában. A kezdeményezés 40 ezer forintba került, azonban az ára ellenére szeretnék rendszeresíteni az immunrendszer erősítő osztását. Nem csak a mi csoportunk, hanem minden csoport fogja ezt megkapni. Ők a délutánban, uzsonakor fogják elfogyasztani. Nagyon fontos, hiszen az egészséges életmód a programunkban is szerepel, prioritást élvez a mozgáson, mozgás mellett az egészséges étrendre és a folyadékbevitelre nagyon-nagyon odafigyelünk minden gyerek részére. A gyerekek körében nagy sikert aratott a sárga ital, többször is kértek repetát belőle. Volt olyan, aki már ismerte a homoktövis italt, hiszen otthon is rendszeresen fogyasztják. Nagyon ízlett nekem a homoktövis, mert otthon is szoktunk inni, de azt hiszem, mint most sokkal finomabb volt. A Pókica csoportosok több gyümölcshöz is hasonlították a homoktövis ízét, nagy kedvencé vált. Olyan volt ugyanúgy, mint a citrom, olyan, meg a narancshoz is írat, ilyen is. És neked hogy ízlett, szeretnél még ilyet inni? Fú, imádom. A gyerekeket már tudatosan nevelik az egészséges étkezésre az óvodákban, akik az intézményben látottakat hazaviszik, és a szülőket is jó példára tanítják. Nagyon fontos, amikor a mamámnál vagyok, ritkán lopok egy kis répát, hogy a nyáson ellágcsálom. Tavaly is nyálon, amikor tele volt veteményesen, mindig kilopakodtam, aztán kihúztam a földből egy darabot. Miért fontos szerinted, hogy egészségesek legyünk? Vagy ezt hogyan lehet? Mozgás, étrend? Ezt úgy lehet, hogy étrenddel is lehet csinálni, meg mozgással is. Én tényleg nagyon sokat futok az udvaron, meg se áll a lábam. A sárga homoktövis nevezetű ital nagyon jól esett a gyerekeknek, boldogan láttak neki az ebédnek. Természetesen Balázs tábunknak azért még pluszban elárulta azt is, hogy reméli ettől a vitamindús italtól, majd még gyorsabban fogja tudni kergetni a lányokat az udvaron.